Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Örülök, hogy ismét minket választottak. Két témával várjuk ma önöket a ma-holnap szolgáltatók magazinjában. Az első témánk a lakásszövetkezetekhez, illetve az energiahatékony lakótömbökhöz kapcsolódik, a második pedig hiteltanácsadással szolgálunk a kedves nézőknek. És itt a stúdióban már köszönhetem is dr. Beriznai Pálné elnök asszonyt, a Bennlakás Szövetkezet részéről. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, kezdjük sokkolom. Két témát szeretnék ma este mindenképpen kiemelni. Az egyik a lakásszövetkezetet érintő díjazás kitüntetés, ez lenne a beszélgetés második fele. Az első fele pedig az, hogy ma volt egy fórum a társasházi képviselőknek, lakásszövetkezetek vezetőinek. Itt Szombathelyen az egyik téma az energiahatékonyság volt. Ez azt hiszem, hogy nagyon sokunkat érint, akik ilyen társasházban élünk, próbálunk minél több meleget bent tartani, minél több hideget kívül tartani, és erre voltak ugye korábbi években, illetve nem olyan régen felújítási munkálatok. Miért ilyen fontos kérdés az energiahatékonyság? Mit mondtak ezen a fórumon? Hát ugye az energia takarékosság a legfontosabb. Ez a fórum egy országos fórum, a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek egy ilyen roadshow formájába. Most helyileg ugye helyünkbe jöttek egyrészt előadók, akik összefüggésbe hozhat a kivitelezőket az energia megtakarítással kapcsolatban. Egyrészt volt bank az OTP bank részéről, mert ugye mindenhez pénz kell, hogy tudják ezt a társasházak, lakásszövetkezetek kivitelezni, másrészt pedig kivitelezők voltak, különböző kivitelezők, hogy mit, hogyan lehet egy épületen. Most ki volt élezve, tehát nem teljesen komplex volt, tehát a fórum ilyen értelemben, hiszen ennyi idő alatt nem is lehet. Például itt volt a nem tudom, céget lehet-e említeni? Inkább nem említek, a épületeknek, illetve a lakásoknak a szellőztetésével kapcsolatban. Ugye nagyon problémás szokott lenni, hogy becsomagoljuk kvázi a házakat, utána jön a penészesedés. Mi az oka ennek? Mondjuk el akkor pontosan, és ennek az oka a következő, mi mindig mondjuk a tulajdonosoknak, hogy az életmód egy lakásban nagyon fontos. Tudjuk, hogy ezek a lakások nem nagyok. Gyerekes, fiatal házasok is élnek benne. Na most bátran egyrészt szellőztetni kell, ugye műanyag ablakok vannak. Szigetelünk, és a műanyag ablakokkal bezárjuk ezeket a lakásokat, de nagyon jó megoldások vannak, és éppen mondom így, a párakiszellőző, ez a légbeejtőnek mondjuk, ami automatikusan működik, ugyanis olyan körülményeket kellene teremteni egy lakásba, hogy általában a páratartalom 50% fölé ne menjen, és a hőfok az ne menjen mondjuk 24 fok fölé. Tehát ilyen 20-22 fok és 50% páratartalom alatt, akkor biztos, hogy nem fog penészesedni a lakás. De az alapvető dolog az, hogy bárhogyha van ilyen légbeejtő, attól függetlenül a szellőztetés, mi a tapasztalat? A lakók alkalmazzák, ezt most már megtanulták? Próbálják megtanulni. Na most főleg a fűtési idény kezdetén és a vége felé, tehát az egy rossz metódus, hogy bukorra állítják az ablakot, és amikor megyünk egy ilyen párásodást és penészesedést megnézni, akkor mindig mondják, hogy nézzük meg, bukón van az ablak. Nem helyes. Az ablakot be kell csukni, ha azon van légbeejtő, és reggel, amikor a család fölkel, akkor csinál pár perces húzatot, nyugodtan elmehet otthonról, bezárhatja az ablakot. Na most befolyásolhatja az, ugye próbáljuk a lakásunkat kitágítani, tehát olyanra csinálni, rossz kifejezéssel, mintha egy önálló ház lenne. Mit értek én ez alatt? Leveszik a konyha ajtót, és ott szépen, dizájnosan megcsinálják, átalakítják. Nem lehet ebbe a panelbe ezt csinálni. Tehát a pára akkor az egész lakásba megy. Tehát jobb, ha a konyhajtó ott van, és beteszik bent a konyhajtót. És ott viszont szellőztetéssel meg lehet oldani sokkal kisebb légterű helyiséget, ha jól értem. Nincsen sok időnk, viszont mindenképpen beszélni kellene arról is, hogy szó esett a lakóépületek biztosításáról is. Ez miért ilyen fontos, és milyen biztosításokat lehet kapni? Nagyon jó előadó volt, az egyik, nem mondom akkor melyik biztosító, nekem is mondott újakat,
amit bevállal ez a biztosító, és érdekes volt, és azért jó a biztosítás, mert nagyon sok mindent lehet vele a biztosítás által, ha van egy ilyen tömbbiztosítás, akkor ha valami baj történik, akkor nyilván, hogy a biztosító helytáll. És ez a biztosító olyanokat is bevállal, hogy hőszigetelt házaknál nagyon fontos a graffiti. Bár egy kicsit most városunkba kezd visszaszorulni, hála Isten, de a többi biztosító nem nagyon vállalta be a külső graffitikát, meg a meghibásodást. Mondhatom itt fönt, nem is annyira alsó részen, a különböző harkályokat és madaraknak a kicsipegetését, tehát ez a biztosító... Hát én már nem is kicsipegetésről, igen, egy ilyen kenyérnyi darabot, igen, is kirágnak, igen, vagy igen, ez a biztosító a ezt is bevállalja. Tehát érdekes dolgokat, olyat is, hogyha a lakás biztosítása is, tehát az ingóság biztosítás is, ennek a biztosítás biztosítónál van, a tömbbiztosító is, és valaki beteg lesz, mondjuk pár hónapig, akkor még a közös költség fizetését is magára vállalja. Ez új dolog a biztosítási termékeknél. Új dolog az is, és erről is egy mondatot legyen szíves mondani, hogy megváltozott a közös képviselőknek a feladata. Milyen változásokra kell odafigyelniük, és adott esetben az ők felelőssége mennyiben változott meg nagyon röviden? Hát annyiban nem változott, több lett, sokasodott. Ugye új jogszabályok változtak, itt a törvényeket lehetne sorolni, de ebbe változott, hogy több lett a munkánk. Erre azt hiszem, egy külön beszélgetést is tudnánk szentelni. Igen, viszont ennyi idő alatt nem lehet mindent. Erről, és ezt mondtam a beszélgetésünk elején, mindenképpen beszéljünk. Energiahatékonysági díj 2013 a BEM Lakás Szövetkezet tulajdonában lévő, vagy felügyelete alatt álló lakótömbök kaptak gyönyörű díjakat. Mit kell erről tudni, miért kapták, mi a lényeg? Ezeknek közben a kamerának mutatom ezeket hogy a díjakat elmúlt években ugye hőszigetelés történt, tető, hőszigetelés, nyilázáró és fűtéskorszerűsítés. Melyik háznál milyen? Ez szerint ilyen 25%-tól egészen 40%-ig, 39 valamennyiig tudtunk hát energiát megtakarítani. Nagyon jó példát, mert nyilván a kedves tulajdonosoknak a forint számít. Az egyik épületnél, amikor hőszigeteltünk, és az egyik lépcsőház, ami 44 lakót érint, fűtést korszerűsítettünk, egy fűtési szezonban 2,5 millió forintot takarítottak meg ott a tulajdonosok a fűtésen. Azt hiszem, ez jó eredmény. A Petőfi Sándor utca 41-es számú társasházról, a Váci Mely utca 9-es és a 6-os, 8-as számú társasházakról van szó. Szívből gratulálunk ehhez a díjhoz. Itt az asztalon látszik, még ez egy érme is társult, egy kitűző. Valamint nyitva van most itt még az asztalon egy kiadvány, amiben a BEM Lakás Szövetkezet elnök asszonya is egy interjú erejéig szerepel. Ez tulajdonképpen mit akar ez a kiadvány egy mondatban? Ez, hogy mi pályázat nélkül vittünk végig egy nagyon sok háznak a felújítását, lerövidítve az időt és egyszerűbbé téve, és reszkírozom olcsóbban. És bekerültek így a kiadványba, igen, amiben a legjobb, legtakarékosabb, igen, szövetkezetek kerültek. Szívből gratulálok még egyszer, elnök asszony, és köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm. Kedves nézőink, itt a műsorban hamarosan folytatjuk hiteltanácsadással. Menni vagy maradni? Miért választanak külföldi egyetemet az érettségizők? És milyen lehetőségei vannak az itthon tanuló egyetemistáknak? Valóban röghöz köti-e a fiatalokat a hallgatói szerződés? Diákok és oktatók véleményét is megismerhetik a Szombathelyi Televízió 28-án, csütörtökön 18 óra 15 perckor kezdődő iskola magazinjában, a Pattársban.
kedves nézőink, folytatjuk itt a beszélgetést a stúdióban, ahol köszönhetem Kálovics György urat, hitelezési igazgatót az Egon Hitelcentrum részéről. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ma esti témánk aktualitások a lakossági jelzálog piacon. Mekkora szeletét adja a hitelezési piacnak a jelzálog hitel? Hát összegszerűen egy 60-70%-át adja. Jellemzően a jelzálog hitel a lakossági rétegben a lakáscélú ingatlanokat megterelő jelzálog hitel. Ezek egy nagyobb összegű hitelt tartalmaznak. Alapvetően három csoportba sorolhatók ezek. Magának az ingatlannak a tulajdonjoga megszerzése, ez az adásvételi szerződéshez kötött. Aztán van egy szabad felhasználású rész. A harmadik pedig, hát vállalkozásoknál is beszokták vonni a magánvagyont is fedezetként. Alapvetően ez a három meghatározott termék van. Milyen garanciát kérnek a bankok, illetve a pénzintézetek? Amióta megszűnt a devizalapú hitelezés, jogszabályok azért korlátozzák az ingatlan terhelhetőségét. Minden pénzintézet megállapít egy forgalmi értéket az ingatlanra, és jellemzően ez 50-60%-ig finanszírozzák a település függő. Tehát megye jogú városoknál magasabb ez az arány, vidéken alacsonyabb. Jelzáloghitelről hallottak már a kedves nézők, de biztos vagyok benne, hogy igazgató úr aktualitásokról is be tud nekünk számolni. Igen, jellemző ugye a médiában köztudomású a devizalapú hiteleknek a rendezése. Ez a kormány intézkedéseinek a hatására történt meg. Pillanatnyilag, ami jellemző az árfolyamgát, ami azt tartalmazza, hogy egy fix árfolyamon fizethetik az adósok a hitelt, ez egy könnyebbséget jelent neki 5 éven belül. Viszont van egy réteg, ami rendesen fizeti a hitelét, akár erején felül, úgy gondolja, hogy ez még kezelhető a számára. De előfordul, hogy ezeknek az adósoknak a jelzáloghitel mellett személyi kölcsöne, bankkártyája, esetleg autóhitele van. Azt akartam is kérdezni, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, mert azért valljuk be, az első hitel után előfordulhat, mondjuk a lakás általában a legfontosabb, hogy egy tényleg autóra, személyi kölcsön hitelkártyát kell tenni. Lehet több jelzáloghitelt is felvenni. Igen, nálunk az Ego Hitel ZRT-nél van most egy termék, ami hitelcsere programot takar. Felmérjük az ügyfélnek a teljes adósságállományát. Tehát nem csak a jelzáloghitelt, hanem az előbb említett egyéb hiteleket, amik jellemzően lényegesen magasabb kamat és kondíciókkal vannak folyósítva az ügyfeleknek. Ezt összecsomagoljuk, és jelentős megtakarítást érhetnek el az ügyfelek a havi törlesztő részletekbe. Még egyszer hangsúlyozom, ez kifejezetten azoknak az ügyfeleknek szól, akik eddig rendesen és becsületesen tudtak, vagy képesek voltak fizetni. Ezeknek az ügyfeleknek kínáljuk ezt a lehetőséget, akár 10-20 ezer forintot is meg tudnak spórolni, ha vonta. Lehet, hogy kicsit gonosz a kérdés, de milyen buktatói lehetnek annak azoknak, akik esetleg több jelzáloghitelt vesznek fel? Alapvetően a jelzáloghitel a magyar jogszabályok értelmében egyetlen egy pénzintézetet érinthet. Innen ered a hitelcsere, a hitelkiváltás fogalma, ugyanis a pénzintézetek egymás mögé jellemzően nem mennek be. Tehát ez a másodlagos jelzálog piac, ami az Amerikai Egyesült Államokban történt, és hát ebből tudjuk, a gazdasági válság egyik fő eleme volt, ami kirobbantotta, ez Magyarországon sohasem volt. Itt nálunk a jelzálog piacon elsősorban devizalapú finanszírozás volt a probléma. Kiknek ajánlatos tehát jelzáloghitelt felvenni, milyen fedezetre van szükség, és mekkora önerőt ajánl? Három kérdés, de azt hiszem, hogy összefüggés, kérem röviden válaszolni. Tehát jelzáloghitelt mindenképpen annak érdemes felvenni, akinek az adósság állománya a kezelhetőség határán van. Ő keresse meg bennünket, ingyenes tanácsadást adunk, felmérjük ezeket a lehetőségeket. Én úgy gondolom, hogy szabad felhasználásra most pillanatnyilag nem javasolnám senkinek, tehát a megélhetési költségekre vagy luxus kiadásokra én jellemzően ezt nem tanácsolnám. Ami a fő szegmense most a jelzálogpiacnak, ez az adásvétel, tehát hogy tulajdonjogot szerezzek. Én úgy gondolom, hogy ez most pillanatnyilag ez a három megoldási lehetőséget tudunk kínálni a lakosságnak. Tehát ez kifejezetten a lakossági szférára vonatkozott. Biztos, hogy fogunk erről még beszélgetni. Köszönöm. Most Kálovics György hitelezési igazgatónak köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm a lehetőséget. Thank you.
Kedves nézőink, ennyi fért a ma esti Ma Holnapba. Köszönöm, hogy velünk voltak. Hamarosan következik a híradó. Viszontlátásra! Műsorvezetőinket a Grief Gentlemen's öltözteti.